Megsérült az egyik kecskeméti Gripen vadászgép hétfőn a bakonyi harci kiképzőközpontban. Az 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis vadászrepülőgépeinek tartottak éles lövészetet. Az eset után leállították a szakfelkészítés lövészeti részét. A gépekkel az eset kivizsgálásáig úgynevezett száraz begyakorlást végeznek, azaz a fegyvereket nem működtetik. Mint ahogy a híres.hu oldalon olvasható, a repülőgép fedélzeti gépágyús éleslövészet során a fegyverben úgynevezett csőrobbanás következett be, amelynek következtében feltehetően a szétrepülő szilánkoktól megsérült a vadászrepülőgép is. Az eset során személyi sérülésről nincs információnk, a repülőgép pedig sikeresen visszatért kecskeméti bázisára. Egy szemtanú azt is elmondta, hogy egy hatalmas lángcsóvát látott a repülőgép pilóta fülkéjénél. A gép ezután még körözött egy kicsit a lőtér felett, majd visszatért Kecskemétre.